Sziasztok! Már nagyon sok videót készítettem a hortenziákról, a bugás hortenziák metszéséről is, és a cserjes hortenziák metszéséről is, de talán kimaradt a törzsre nevelt bugás hortenzia metszése. Azért is hagytam ki, hiszen ugyanúgy kell metszeni, minthogyha nem törzses lenne, csak hát úgy kell felfogni, minthogyha itt lenne a talaj. Tehát ugyanúgy erősen meg kell metszeni, de nyilván nem levágni a talajszintig, csak úgy kell kezelni, mintha itt lenne a talajszint, itt lenne a mulcs, és ezt vágjuk vissza erősen. Ugye itt voltak a tavalyi gyönyörű virágok, és itt is arra kell törekedni, hogy minél vastagabb, legalább ceruza és annál vastagabb ágak legyenek, de a kis ficik vacakok nem nagyon hoznak virágot. Tehát érdemes ezeket teljesen levágni, ami nagyon sűrű, azt is kitisztogatni. Tehát itt nem az a lényeg, hogy nagyon sok vékony hajtás legyen, hanem legyen egy 8-10, 15 hajtásunk, de az jó erős vastag legyen. Egy ilyesmi vastagságú, vagy ilyen fél ceruza, az már majd hozni fog virágot, így látszik itt is, egy viszonylag ilyen fél milliméter vastag, és ez már hoz majd virágot. De erős metszés kell neki. Tehát a bugás hortenzia cserjésnél nagyon erős metszés kell. Én nem is nézem itt a szemeket nagyon, hogy hol van, csak bátran metszem. Úgyhogy ezek a bugások, cserjések a friss hajtáson virágoznak, úgyhogy erre kell törekedni, hogy minél több friss hajtása legyen. Ezt a befelé növőt ki is vágom. Tehát tényleg ez a jajgató metszés, amire azt mondja a páratok, hogy úristen, mit csináltál a hortenziával, na akkor lesz a jó metszés. De ugye ez a kerti hortenziára nem igaz, ez csak a cserjésre, bugásra. Hát olyan jó kétharmadát, jó erősen vissza kell vágni, kicsit ilyen felfordított tenyér, mint a rózsánál legyen egy kicsit szellős a belseje, és ez már nyáron ontani fogja a virágokat, úgyhogy a törzses bugás hortenziánál is ez a titok, hogy nagyon erős metszés, de természetesen csak a fölnevelt törzses rész felett. Tehát tényleg még egyszer, ha itt elképzelitek, hogy itt van a talaj, ugye így kell megmetszeni a nem törzsen neveltet, a törzsen neveltet pedig, mintha itt lenne a talajszint, és így erősen vissza. Úgyhogy ennyi, ezekből pedig kiváló fás dugván készíthető. Az tényleg csak annyi, hogy a kellően vastag, mondjuk ez már egy jó kis dugvány, a virágot levágni, és legyen egy 2-3 rügy pár rajta, egy vagy két rügy mehet talaj alá, egy-kettő fölötte, és egy ilyen nyírkos, nedves talajba legyen, és szépen ki fog hajtani. Tehát nagyon olcsó, nagyon könnyű a szaporítása is. Itt van egy másik, ezt is hasonlóan ugyanúgy, tehát úgy kell kezelni, itt a talajszint, és hasonlóan erősen meg fogom metszeni. Egyébként ez is kiváló, az ilyen a legjobb dugvány készítésre. És ez most a Zsolt kertjében vagyok, a szomszéd Zsolt kertjében, de ezt el is lopom, mert ez nagyon jó kis dugvány lesz, ebből már ingyen lesz egy szuper növényem. Tehát itt is látszik, hogy brutál erősen megmetszettem. Itt már itt vannak az oldalrügyek, és ebből biztos, hogy rengeteg gyönyörű virág lesz majd.